A stúdióban pedig már Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok, képviselő asszony, és Mikul József, a KDNP országgyűlési képviselője. Szép jó reggelt. A szocialista párt igen élesen támadja a rendszert, de a Klebersberg intézmény fenntartó központ igazgatója azt mondta, hogy megítélése szerint ez az 1900, tudom pontosan hány darab gyerek, aki első körben nem sikerült beítélni, ez nem csak az új fenntartó belépésével, mint azt önök állítják, maradt átmenetileg iskola nélkül, ez hosszabb probléma és összetettebb probléma ennél. Önök mégis elsősorban a rendszer átalakítást okolják az ügyet. Így van, ahogy ön mondja, okoljuk a rendszer átalakítását, most már azokat a hibákat érzik a gyerekek és a szülők a saját bőrükön, amit egyébként ez a kormány alkotott a köznevelési törvényben. Gyakorlatilag a szülők, most már az első osztályos anyukák látják azt, hogy milyen problémával küszködik ez a rendszer. Nem tudott a Klebersberg intézmény fenntartó központ felkészülni a kormány által, saját maguk által hozott törvényre, miszerint egyébként tudva levő volt az, hogy a 6 éveseknek, hogyha augusztus 31-ig, aki betölti, megjelennek az első osztályokban, mert ugye a kedves tévénézőknek tudniuk kell, hogy mi a probléma. Valakinek nincs elsős gyermeke, lehet, hogy nem jutott el hozzá a hír. Az új szabály szerint 6 évesen kötelező bemenni az iskolákba. Gyakorlatilag sok olyan szabály lép most egyszerre életbe, ami ellehetetleníti a családoknak a helyzetét és az elsős anyukáknak a helyzetét. Mikul. Korán reggel ilyen nagyon szomorú hangulatba indítani ezt a gyönyörű napot, azt gondolom, hogy nem akarom azt mondani, hogy jellemző a szocialistákra, de minden esetre. Hát a szocialistákra jellemző, de képviselőasszonyra. Igen, ezért kerestem a szavakat. A helyzet a következő. 85 ezer körüli kisdiákot irattak be a szülei állami iskolákba, ezen felül ugye a magán, illetve egyházi iskolákba is még nagyon sokakat. 1800 körül van azon gyerekeknek a száma, akiknek most az első körben rögtön nem találtak abban az iskolában helyet, ahova ő szeretne beiratkozni, de lesz ott hely, ebben szeretném megnyugtatni. Tehát ez a nagy általánosítás, hogy itt aztán borzasztó nagy baj van, ez abszolút nem igaz. Az elmúlt esztendőkben minden évben, minden iskolába sikerült megoldani azt, hogy az a gyermek, azok a szülők megtalálják a helyét a kisgyermeküknek, akik oda szeretnék iratni, ez most is így lesz. Éppen én adtam be, bocsánat, egy módosító indítványt ott van a parlament előtt, és nagyon örülök, hogy az MSZP is pozitívan ítéli meg ezt a javaslatomat. Én azt javaslom, hogy egy átmeneti időre, addig, amíg ez a hullám nem dolgozódik föl, hogy a 6 éves gyerekeknek az iskolában a helyük, egyébként is eddig is így volt, tehát ez olyan nagy változást nem hozott, eddig is 6 éves kor után már be lehetett iratni a gyermekeket az iskolába, és a nagy részüket be is iratták. Éppen ezért javaslom azt, hogy egy rugalmasan egy 20%-nyi túllépéssel legyen lehetősége az iskolaigazgatónak, tankerületi igazgatónak döntést hozni. Ez semmiféle nagy változást nem jelent, és csak arra az esetre vonatkozik, amikor mondjuk van egy kis település, ahol egy egyosztályos iskola van, és a 25 vagy 27 helyett 28 vagy 29 kisgyerek van abban a faluban, éppen akik most iskolába kell, hogy menjenek, nekik ott kell, hogy helyük legyen a saját településükön. Azt saját mondja iskolában. Az intézmény fenntartó vezetője egy rádióinterjúban, amit tegnap hallottam tőle, hogy igazából valójában ez tényleg egy összetettebb probléma, hogy mitől kevés, mitől sok egy gyerek, mitől kevés, ezt nem lehet az a rendszer átalakításra fogni, de azt nem lehet tudni, hogy pontosan, tehát ezt én sem értem, hogy hány elsős indul. Azért ugye? Azt pontosan lehet tudni, hogy hány elsősnek kellene mennie iskolába, de hogy az óvodából ténylegesen mennyi lesz az, aki eljön, mondok egy példát, nálunk Tatán például van durván 300 kisgyerek, akinek iskolába kéne mennie, és kb. 70-et szeretnének az óvodák, vagy a szülők visszatartani az óvodába. De az, hogy ez az utolsó pillanatig ténylegesen mekkora létszám lesz, ez akkor derül ki, amikor a szülő végül eldönti, hogy elment hétfőn vagy kedden beiratni a gyermekét. Ezzel függ össze nagyon ez nagy a baj. Történet. Ne általánosítsunk, szerkesztő úr, és pont Mihul úrnak a javaslata,
ami egy késett javaslat most már, hogy 20%-kal emeljék meg az osztálylétszámukat, hogy beférjenek azok a gyerekek, akiket önök iskola éretlenül erőszakkal akarnak az óvodából az iskolába bepasszírozni. Ugyanis mi volt eddig, szerkesztő úr, csak hogy a tévénézők tudják, de minden anyuka és szülő nagyon jól tudja, hogy eddig az óvópedagógus és a szülő dönthetett arról, hogy az ő gyermeke iskola érett vagy sem. Nem Ágnes így van. Most már kötelezően be kell menni, és végső döntés nem a szülői. Ezért van az, hogy megjelent az általános iskola első osztályokban egy hatalmas többlet. A sajtó minden nap beszámol arról a káoszról, ami az egyébként is az államosított iskolákban megvan. Ráeresztenek még most több mint 25%-ot. Hogy fejezzem be, képviselő úr. Képviselő úr, hogy ön mit olvas, meg én mit olvasok, az meg nem változtat azon, hogy nekem most igazam van. És kedves képviselő, hallgassa végig, mert sorban állnak a szülők, hogy beférjenek a gyermekeikkel az iskolákba, és sajnos a túlzsúfolt osztálytermekben az iskola éretlen gyermekek tömkelegével a legprofibb, legfelkészültebb és a legjobb pedagógusok is nagyon nehezen fognak bírni. Csak egyet mondjon meg, képviselő úr, minek hoztak ilyen szabályokat? Nyilvánvalóan megmondom. 3 éves kortól kötelezővé akarják tenni az óvodáztatást, kell a hely az óvodában, mert egy fia férőhelyet nem sikerült egyébként az elmúlt 3 évben önöknek építeni, vagy bővíteni, és bizony, bizony ki kell üríteni az óvodákat, hogy egy újabb köznevelési törvény szabályzat életbe tudjon lépni. Ez így nagyon annyi csúsztatás és annyi félreértés. Annyi félreértés van Ágnes asszony mondandójában, hogy nem is fog beleférni a műsoridőbe, hogy mindre válaszoljak. De azért mégis néhányat hadd emeljek ki. Az egyik az, hogy 3 éves kortól szeretnénk, hogy menjen minden kisgyerek az óvodába, azt nagyon sokszor már itt is megbeszéltük. A legfontosabb üzenete ennek az, hogy a korai fejlesztést az óvodába időbe lehessen elkezdeni. Ott is meg lesz a lehetőség, hogy azok a családok, akik megfelelő körülmények között tudják a gyereküket nagy családba nevelni otthon, azoknak nem kell vinni. Aki viszont szeretné, az hadd tudja vinni, ez az egyik dolog. A másik az, hogy az előbbi adatot, amit elmondtam, akkor hadd ismételjem meg. 85 ezer, akit beirattak, és 1800, akinek most fogják megteremteni a helyét. Ezt nevezni káosznak, azt gondolom enyhe túlzás. Minek csinálják ezt az egészet, Mifőr? Tessék megmondani, minek csinálják? Még egy mondat csak. Ágnes asszonynak eddig egyetlen jóslata se jött be. Én azt gondolom, hogy most megint egy olyan sajnos útra tévedt, amiben megint nem lesz igaza. A szülők már a bőrükön érzik a köznevelésnek azt az intézkedés sorozatát, amit önök elindítottak. Szülők örülnek, hogy fejlődik az iskola. Ha sorba kell állni, mert nem fér be a gyerek az iskolába. Gratulálok önöknek. Egy dramaturgiai végpontot. Bármikor várjuk Önöket szívesen. Köszönjük a meghívást. Szép napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.